A Miskolci Egyetem Marketing Intézete koordinálta az 5. alkalommal megrendezett városmarketing versenyt. Az országos megmérettetésen Paks kutatási területként szerepelt. Az 5 régiós elődöntő egyikét Kaposváron rendezték meg, itt 5 csapat indult, köztük a budapesti Corvinus Egyetem diákjai, akik végül paksi témájú prezentációjukkal az országos döntőbe jutottak. Aradi Tamás és jó magam támogattuk a csapat felkészülését. Mit próbáltuk egy kis áttekintést adni számukra, hogy milyen smart city megoldások kerültek idáig előtérben a városban, hiszen ennek az 5. országos városmarketingnek a kiemelt témája a smart city okosváros megoldások volt, és ők kifejezetten, miután feltérképezték a paksi meglévő beruházásokat, illetve a ránk váró feladatokat a smart city témakörben is, kifejezetten a városkártya megoldásra dolgoztak ki egy okosvárosban már elvárható megvalósítási tervet. A városkártyák bevezetése nagy múltra tekint vissza, Kaposváron több mint 10 éve létezik. Az újfajta kártya azonban, amit a Corvinus csapata előtérbe helyezett, kifejezetten smart city megoldásokat tartalmaz. Nem arra kell gondolni, hogy ezzel a kártyával, ha bemegy a boltba, akkor kedvezménnyel vásárolhat a városlakó, természetesen ezt is tartalmazza, de sokkal inkább olyan okos megoldásokkal, tartalommal töltenék fel ezt a kártyát a hallgatók a tanulmányuk alapján, hogy pontgyűjtési lehetőség is lenne benne, és a különböző okos eszközök használatával, a free wifi-vel, esetleg egy elektromos kerékpár használatával, egy helyi internetes ingatlan kiadási applikációval még további pontokat lehetne gyűjteni. És itt lenne az, hogy ez már valóban egy 21. századi megvalósítása lenne a városkártyáknak. Az 5 elődöntő után december 1-én lesz az országos városmarketing verseny döntője Miskolcon, ahol a szakmai zsűri ismét találkozhat Pakssal.